Szevasztok! Ebben a videóban a ti kéréseiteket fogom teljesíteni a GTA 6 játékban. És így kíváncsi vagyok, hogy hányan kapták fel a fejüket, hogy neked megvan a GTA 6, neked honnan van meg a GTA 6? Nem, a GTA 5-ben fogunk játszani. És... ja, itt vagyunk a kis emberkémmel. Ő itt a tajvani barátom Michael, és... sokszor indulatai vannak, és nem értem, hogy miért üt meg engem. Tehát egyszerűen... Michael, ezt már azt hittem, hogy megbeszéltük. Hagy... bék... ez kezd nem... tehát ez már nem vicces egy idő után, oké? Okay? Tettetek fel nekem rengeteg kérést, illetve feladatot adtatok, hogy miket is teljesítsek ebben a videóban. Az első kérés az, hogy... add ki PC-re. Tehát kérdeztem, hogy... adjatok feladatokat, amit GTA 5-ben csinálhatok, és azt mondták, hogy adjam ki PC-re. Nem tudom kiadni sajnos PC-re, de ez nagyon jó humor. A második, hogy egyél meg egy egész citromot, ez nem a Facebook, szóval ez GTA 5 videó, itt nem eszünk citromot, meg nem lájkolgatunk százat, meg ilyen dolgok. A harmadik, hogy szerez egy fényképezőgépet és fotózz le vele az embereket. Életemlesi fotója lesz. Várj, már közelebb kell mennem a sráchoz. Amúgy az egyedül beszél, tehát ő ilyen kis magányos, mint én. Ne, halját ő is kössön belém, mert már... nehogy elmenj, ne menj el! Hát az nehezebb, mint hittem. Életem képe. Benyaltad! Nagyon nem bírja emberünk a lépcsőzés, szóval... szolid... 3 km per órával megy felfele. És eltűnt az ember. Az előbb még ott volt. Na mindegy. Ott van. Uram, csak egy fotót. Tudom, ön egy celeb. Ön egy celeb. Állj már meg. Hogy beszélsz? Jó lesz ez. Social life, mindenki telefonál. Ne telefonáljatok, hanem menjetek ki, és foglalkozzatok egymással. Állj, FBI. Reptére. Ne, állj meg, kérlek. Van egy kis apród, lemosom a kocsit. Következő kérés az, hogy helikopterből ugorj rá egy autóra. Tehát, hogyha elgondolkozok, minek nekem helikopter, én így is tudok menni. Viszont egy kicsit húzd fel, Józsi, az órát, húzd fel, össze fog jönni! Bele az aszfaltba, egyenesen így, mint Chuck Norris. Szóval, így állunk, és valahol, hát hol kellene becsapódni? Valahol kellene keressek egy autópályát. Na mindegy, ott fogok. Ezen az útszakaszon keresek egy kocsit, és abba fogok belecsapódni. Ez az! Miért lagzoltod be? Sovány vigasz. Következő kihívás a Jackass. És ez itt a Jackass. Repülj fel a magasba, és próbálj medencére ugrani. Ott egy medence. És ott is egy medence. És ott is egy medence. Na jó, akkor ebből most mi fog kisülni, emberek? Jaj, nagyon szurkoljatok, hogy abban a medencében meg tudjak... Nem, így nem fog sikerülni. Ott egy medence. Az nem medence. És az az ember vagyok én, aki ezt túléli? És feláll. És sétál tovább, tehát fut, rendesen fut, ezután ő még tud futni. Teljesen reális az egész dolog. Telefonszámot? Csak a telefonszámodat akartam elkérni. Kösz szépen. Na jó, legalább megtudtam, hogy nem vagyok vonzó. Mesztelenül szaladgálj a Szántóföldön, és közben tirol népdalokat énekelj. Ezen a csatornán ilyesmit nem fogsz találni, szóval ha ilyes tartalmakat szeretnél keresni, akkor ne a Two-Face-en keresgélj. Szóval a következő, hogy hátraszaladót csinálják motorral, igazán érdekes lesz, tehát kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Valahol fel kellene menni a hegyekbe, mert nem lesz előnyös, hogyha itt az aszfalton, a sima úton kezdek el... hát így komplet neki mentem a hegynek, és így felmentem előtte. Szóval nem lesz előnyös, hogyha... hogyha a sima aszfalton próbálok ilyen akrobatikus... dolgokat végbe vinni. És nekifutunk az egész dolognak. És hiába futunk neki, mert még nincs olyan hely, ahol lehetne. És nekifutunk.
Neki futunk, várj, még nem futunk neki. Fel, neki futunk! Nem, nem, nem. Nem futunk még neki. Viszont hamarosan neki fogunk futni. És elmondó vagyok, hogy ez a hely, az lefele lesz. Nem, igen, errefele, tehát visszafele, mikor fogok jönni akkor. Gyerünk, 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 gyerünk! Nem már! 10 órát tölt, érted? Tehát annyit tölt ez a játék, hogy hihetetlen. Köszönöm. Hát eddig elég unalmas. Tehát semmi helyet nem látok, lehetne. Mit nekem egy hátraszaltó? Ingyen motor! Na, hát a vesekövemet az sikeresen már eltávolítottam. Meg magad a vesémet is, abszolút. Driftelek egy motorra, azt meg hogyan? Hallottad? Átmentem a vámon és csak ennyit mondtak. Hé, hé, hé. Nem láttam, bocsánat. És ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomhattok egy lájkot. És a következő GTA videó majd úgy fog elkészülni, hogy megint csak ki fogok írni Facebookra egy olyan posztot, hogy várom a kihívásokat, amiket GTA-ban teljesítsek, és ez a Facebook oldalon lesz megvalósulva, azaz a leírásban van egy Facebook oldal, és arra rákattintasz. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!